Teljesen random pillanat volt, műkörmös vagyok egyébként, és töltögettem fel a munkáimat az oldalamra, és akkor láttam egy hirdetést. És mivel gyakran keresek túraútvonalakat, illetve egyéb ilyen kikapcsolódást, gondolom, hogy valamilyen ilyen összefonódás miatt feldobta ezt a Facebook, és rákattintottam, elolvastam a feltételeket. Újdonság volt, már kicsit ilyen hihetetlen. Megírtam egy motivációs levelet, amit úgy döntöttem, hogy nem fogok ötször átszerkeszteni, hanem megírom úgy, ahogy jön. És hát szinte azonnal elküldtem. Kicsit utána így gondolkodtam, hogy vajon jól tettem-e, de hát őszintén leírtam benne mindent, és úgy éreztem, hogy már ez is egy lépés így az irányba, a változtatás irányába. Véletlenek nincsenek, ez az intuitív pörgetés is valószínűleg, hogy úgy történt, hogy ennek most kellett megtörténnie, most érzem talán magamban azt az elhatározást, ami eddig hiányzott egy picit. Nem ígértek semmilyen csodaszert, és nekem erre volt már szükségem, mert a mai világunkban, a fogyasztói társadalom miatt ugye mindenki ígér mindent, és ebbe nagyon sokan belekeveredünk talán. És sokkal jobb, amikor egy ilyen szuper csapat tényleg összeáll, és azt mondják, hogy csak te kell lesz, és gyere. Nem akarok elvárásokkal lenni, csak magam iránt. Egyszerűen csak csinálni akarom, és nem kifogásokat és újabb mencsvárakat keresni, hanem csinálni. Mert nincs más dolgom most.